Úgy gondolom, a hangulat a legmagasabb pontján van, és az este legszebb pillanat az, amikor a Vas megyéért egyesület elnöke ismerteti azt, hogy kit választott meg a kuratórium Vas megyében az év embere címre. Emlékeztetném önöket, mint ahogy tavaly is, hogy számos olyan megméretetés van, amelyen sok-sok Vas megyei személyiség különböző tevékenysége országos vagy akár nemzetközi elismerést is ér el. Nekünk, Vas megyéknek a legfontosabb az, hogy ki az a személyiség, aki mindennapi munkája során a Vas megyéért díjat, a Vas megyéért egyesülettől kaphatja meg. És én úgy gondolom, hogy el kell, hogy mondjam önöknek, hogy volt egy olyan terület, ami nem túl népszerű ma még, de egyre inkább szükséges az életünkben, az informatika területe, ahol egy Vas megyei ember, Oláh Jánosnak hívják, az év térinformatikusa lett Magyarországon. Azért a munkáját kapta ezt a díjat, amelyen keresztül önök is megtekinthetik Vas megyének a teljes információs hálózatát, az interneten keresztül hozzáférnek minden olyan információhoz, közérdekűhöz és nem közérdekűhöz, magánhoz, telegnyilvántartáshoz, közösségi dolgokhoz, amelyek mindennapunk életét segítik. Én úgy gondolom, hogy tapsol azért tartozunk Oláh János úrnak is, és innen is gratulálunk munkájához és az elismeréséhez. És akkor átadom a szót Boldizsár úrnak, hogy mondja el, kit választott a kuratórium Vas megyei évemberének. Tisztelt elnök úr, tisztelt válaszok, hölgyeim és uraim! Én csak azt remélem, hogy ez 2012-ben a válaszok talán remélik, hogy az ezer éves múlt, ami a vármegyék történetében megvolt, és amit Szent István ezer évvel ezelőtt elképzelt, az a jövőben is lesz. Úgyhogy mi azt gondolom, hogy talán azzal tudunk egy kicsit tüntetni, hogy ha itt vagyunk, és ezt a múltat a jövőben is szeretnénk tovább folytatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon méltó esemény volt a megye életében, hogy egy ilyen vált szervezet, aminek igen nagy és nagyon hosszú története van. Talán valakivel megnézhetünk a fehér asztal mellett, de itt nyilvánvalóan erre nincs idő. Az újkori történetéről azonban el kell mondani, hogy 14 éves. Ha visszatekintek a 13 évre, akkor nagyon sok olyan embert találtam, akire büszkék lehetünk, és akinek a személye büszkeséggel tölt el, azt hiszem, minden Vas megyét, ha gondolok arra, hogy hány közéleti személyiség, orvos, most már polgármester, olyan onkológus orvos, aki sokszor és sok alkalommal volt a Vas népe első oldalán, hogy arra gondolok a legújabb időkben, hogy olyan személyiség volt, aki Vas megyének, Szombathelynek a történetét reprezentáló kultusznak a megteremtésében nagyon sokat tett. De azt gondolom, hogy ebbe az évbe is egy olyan nehéz helyzetbe kerültünk, mint minden évben. Most 17 embernek a neve került a kuratórium elé, és végül is 10 embernek a kurikulumát megismerhették a médián keresztül, és azt hiszem, hogy bármelyik lett volna a befutó, azaz az évvasi ember, akkor bárhogyan is mindenféleképpen bátran vállalhattuk volna a győztesnek a teljesítménye mögött álló egész éves vagy több évtizedes tevékenységnek a viselését. De én azt gondolom, hogy ebben az évben a kuratórium úgy gondolt, úgy foglalt állást, hogy egy olyan embernek kellene talán a évvasi embernek kitüntetést kapni, ami ebben a szomorú mai gazdasági helyzetben azért mégis tudott valami újat hozni Vas megye gazdasági fejlődésébe. Egy olyan vállalkozó, aki magyar embereknek ad igazából nagy számban munkát, aki több lábon áll, és hát ezáltal a vállalkozása prosperál. Ez kevés volt. Én azt gondolom, ezen kívül azért nagyon sok karitatív funkciót is vállal magára, és ezeknek egy kis részét szeretném csak felemlíteni, például csak azt, hogy egy 70 tagú fiatal gyárdának a támogatását tudta magáénak, vagy például az idősek otthonának a támogatását, vagy akár a Caritasnak a különböző tevékenységével kapcsolatban támogatást részesítette, vagy gyermekei révén, mint sportoló és sportolókkal kapcsolatos támogatásban is nagyon sokat tett azért, hogy Vas megyében egy ilyen
anyagilag egy nehezebb helyzetben egy vállalkozó azon túl menőleg, hogy saját magának a építését végzi a negye épületésére is. Ezért szeretnénk kiirdetni az év Tasi emberét, Galambos Tamás. El kell mondanom, hogy ez egy vállalkozás, a családi vállalkozás, Galambos Balázs és a mögött álló család legalább annyira részes ennek a kitüntetésnek, mint Galambos Tamást. Nyilván egyedül kellett megjelölni, de hát az egész vállalkozást kell emögött látnunk. Azt remélem, hogy jövőre, vagy ha pár év múlva visszatekintünk, és még mindig lesz Vas megye, akkor arra gondolunk, hogy ez a választásunk is sikeres volt. Gratulálok Galambos Tamásnak! Tisztelt Dangáltár polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, tisztelt professzor úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy 2011-ben én lettek az év Vasi embere, ez több okból is így van. És azt gondolom, hogy mindenki életében nagy dolog az, hogyha ilyen komoly ügyei kitüntetésben részesülhet. Másrészt megtiszteltetés egy olyan társasághoz csatlakozni, akik az eddigi jelöltek, közöttük nagyon sok komoly közéleti személyiség, politikus, művész és sportolós találatok. Harmadrészt azért mondom azt, hogy megtiszteltetés, mert nagyon fiatalon kaptam meg én ezt az elismerést, úgy, hogy nem egy kiemelkedő tettet hajtottam végre, hanem az eddigi munkámat értékelték. Ez 39 éves koromat tekintve egyértelmű, nem értett volna létre a családom segítség nélkül. Éppen ezért köszönet illeti szüleimet, akik ilyennél neveltek, az értékrendemet így formálták, és jó tanácsokkal láttak el. Köszönet illeti öcsémet, aki nem csak a legjobb testvér, de a legjobb üzlettárs is, mindig közösek a céljaink, és közös úton járunk. Köszönet illeti feleségemet, aki a nyugodt családi hátteret megteremtette számomra, és sok-sok türelemmel volt a munkám iránt. Valamint köszönet illeti gyermekeimet, akik az őszinte szeretetükkel arra motiválnak, hogy a következő generációra is sok energiát és figyelmet fordítsunk. Természetesen nem feledkezhetek meg barátaimról és a Kálvária templom közösségéről sem, akik mind-mind részesei ennek a sikernek. Hogy mivel érhettem el ezt a sikert? Valószínűleg azzal, hogy soha nem az volt a számomra fontos, hogy mekkora vagyont tudunk összeharácsolni magunknak, hanem mindig azt kerestük, hogy a körülöttünk lévő magyar családoknak hogyan tudnánk a legtöbbet segíteni, akár munkahelyteremtéssel, akár karitatív tevékenységekkel. Él Szombathelyen egy szakmabeli jó barátom, egy Jóanita lovag, akit egyszer megkérdezték, hogy honnan van benne ez a hatalmas nagy segítő szándék, hiszen rengeteget tett a környékbeli szegényekért. Ő erre azt válaszolta, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben nem lehet másképpen eredményt elérni, csak a Jóisten segítségével, és hogyha ő segít nekünk, akkor nekünk erkölcsi kötelességünk ugyanezt tennünk a rászorulókkal. Engem annak idején nagyon megragadott ez a mondat, és azóta is igyekszek ezt szerint élni és ezt szerint cselekedni. Éppen ezért kérem minden kedves jelenlevőt, hogy aki üzleti sikereket ér el, az ne feledkezzen meg a rászorulókról, és összefogva próbáljunk meg egy jobb, élhető, szebb várost, megyét és országot építeni. Kedves professzor úr, kedves elnök úr, köszönöm szépen önöknek, hogy engem választottak a 2011-es esztendő évemberének. Ígérem, hogy a munkásságomat így szeretném tovább folytatni, hogy méltó legyek erre a címre, és hogy jogosan viszíthesse ez a kis emlék az irodám falát.
Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen önöknek, hogy meghallgattak, és engedjék meg, hogy további jó szórakozást kívánjak önöknek a Spektrum zenekar közben.